A felsőházi rájátszás rögtön egy rangadóval kezdődött, ugyanis a tabella második helyen álló MTK fogadta közvetlen üldözőjét, a Viktória FC csapatát. Némi meglepetésre az első félidőben a szombathelyek domináltak, és a 33. percben Siklér találatával a vezetést is sikerült megszerezniük. Szünet után nagyot változott a játék képe, és a fővárosiak a csereként beálló Méri góljaival fordítani tudtak. A sokszoros válogatott támadó a 70., valamint a 78. percben zörgette meg a bírót helyettesítő császárkapus hálóját. Motiváltan szálltam be, próbálkoztam a lehetőségeimet kihasználni, próbáltam bemozogni olyan területekre, ahol, amit láttam, hogy üresen hagy az ellenfél. Ezek szerint sikerült. A Viktória kifejezetten hullámzó teljesítménnyel rukkolt ki a remek erőkből álló MTK otthonában. A szombathelyek az első játékrészben határozottan jól játszottak, éppen ezért kissé érthetetlen az a gyenge produkció, mellyel a térfélcserét követően rukkoltak ki. Teljesen más volt az arca a csapatnak az első fél időben. Igazából mindent megvalósítottunk, amit megbeszéltünk, meg amit szerettünk volna, egy gólt is tudtunk rúgni. Hát igen, ez a nagy kérdés a másik fél időben. Én inkább nem azt mondom, hogy a probléma az volt, hogy elfáradtunk, hanem inkább az volt, hogy a lányok, mikor megkaptuk az első gólt, akkor én úgy érzem, hogy teljesen feladták azt a hitet, amit ugye megbeszéltünk, hogy igazából a csapatban benne van a siker lehetőség, és én úgy érzem, hogy a végére saját magunkat végeztük ki. A szombathelyi gárda veresége ellenére továbbra is a tabella harmadik helyén áll, ám most már 6 pontos hátrányban a második MTK mögött. A Vasiak legközelebb április 2-án vasárnap lépnek pályára bajnoki mérkőzésen, amikor a címvédő Ferencváros együttesét fogadják.